Kedves nézők, folytatjuk a hátteret. A stúdió vendége a Ceglédi Városi Sportuszoda vezetője, Németi Barna. Szia Barna, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szia és köszöntöm a kedves tévénézőket. De ez már a tavasz, de azért erről először, jó? És erről a szezonról. Milyen szezont tudtak magatok mögött? Milyen szezont tud maga mögött a Ceglédi Városi Sportuszoda? Hát őszintén szólva, hogyha ezt a ősz-téli időszakot nézzük, szerintem egy átlagost. Tehát nem mondhatnám kiemelkedőnek, de azt sem mondhatnám, hogy rossz. De egy átlagos, egy szürke őszi-téli szezonon hát, vagyunk. Hogyha évekkel veted össze, akkor ezen átlagosnak mondhatnám? Hát az előtte lévő évhez képest, hogyha Covid, stb. Ahhoz képest kiemelkedő, ez egyértelmű, de az előtte lévő Covid előtti időszakról beszélünk, akkor viszont egy átlagos. Megtörtént a sátorbontás. Mettől meddig tartott? Ugye ez nem egy egyszerű folyamat. Hát ez sajnos minden évben kétszer szembesülünk vele, amikor sátrat állítunk, meg sátrat bontunk. Sajnos tényleg nem egy egyszerű feladat. De most úgy gondolom, hogy az előző évekhez képest most a legzökkenőmentesebben haladtunk. Hál' Istennek azért az időjárás is kedvezett, és itt gyakorlatilag ez a legnagyobb probléma, ami fölmerülhet, hogy milyen az időjárás. Most itt ezt el kell mondanom, ahogy a sátort bontottuk, és utána gyakorlatilag húztuk, vontuk, összecsomagoltuk a sátrat, elszállították, másnap már szakadt az eső, elromlott az idő, és gyakorlatilag most ezért is voltunk előrébb, mint máskor. Ez a gyakorlatban egyébként hogy működik? Tehát nézitek gőzerővel az időjárás előrejelzést, hogy most akkor hozzáfogjunk, ne fogjunk hozzá, hogy történjen? Vagy hogy megy ez a gyakorlat? Megmondom őszintén, hogy kijelölünk egy napot, egy hetet, hogy melyik időszak legyen az, amikor a legkedvezőbb. Figyelembe kell vennünk az úszás oktatások, tanfolyamok, esetlegesen a meccsek, akár felnőtt, akár utánpótlás meccsek, hogy alakulnak, egyeztetünk a szakosztállyal, és akkor valóban, ahogy említetted, kijelölünk egy napot, egy hetet, és akkor gőzerővel abba bízunk, hogy szerencsénk lesz. Eddig sokszor van olyan, hogy azt kapom, hogy akkor biztos, hogy nem fog sikerülni, biztos, hogy nem, mert hát nézek rá az időjárás jelentésre, hogy mi lesz, hogy lesz. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha lenne egy varázsgömböm, akkor nem biztos, hogy ezt nézném meg benne, de eddig sikerült mindig rendben lezajlott ez a folyamat. Lehet ezt rutinszerűen végezni? Mennyire fordítottja a sátorbontás, a sátorépítésnek? A sátorbontás az a idézőjelben egy egyszerűbb folyamat, amikor bontunk. A sátorállítás az egy kicsit azért macerásabb, ha lehet így fogalmazni. Ott azért precíziós dolgok is vannak, ami tényleg minden a helyére kerüljön, esetleg valami akkor nem úgy van, ahogy az ember gondolná, ott folyamatosan le kell reagálni azokat a gondokat, ami esetleg fölmerülhet, problémákat, műszaki problémákra gondolok. A bontás meg az egy bontás, az egy egyszerűbb folyamat, viszont ott is sok mindenre oda kell figyelni, nem beszélve arról, hogy amikor bontunk, azért sérülhet meg a mi esetünkben, legyen az burkolólap, csempe, medence, stb. És ezeket helyre kell állítani. Bontásról váltsunk, én arra kérlek építkezésre, én a Gály József sportcsarnokra gondolok, és arra, hogy a szomszédotokban épül-szépül a létesítmény. Hát hogyan vagytok meg egymás mellett, azért ez, nem tudom, a hétköznapokban azért ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű. Hát vagy igen? Megvagytok? Én megmondom őszintén, azt mondhatom, hogy semmi problémát nem vélek felfedezni, a kapcsolat jó, tudomásul kell venni, hogy ott egy építkezés van, azt is tudjuk, hogy előbb vagy utóbb annak be kell fejező, vége lesz, úgyhogy szép lesz és jó lesz, tehát gyakorlatilag nincsen ezzel semmi probléma. Persze hozzáteszem, hogy aki a termálmedencébe ül és pihenni szeretne, nem biztos, hogy a kopácsolást, fúrás, faragást szeretné hallani, de hát gyakorlatilag ez most ezzel jár. Én úgy látom, hogy a vendégeink is ezt tudomásul veszik, és látják, hogy ez most egy ilyen folyamat, hogy ezen most túl kell lenni. Beszéltünk legutóbb arról, hogy épülni fog egy új medence, 25x11 méteres, hogyha jól mondom, épül-e?
valóban épülni fog. Jól mondtad, még nem épül, de ha minden igaz, akkor ha nem is ebbe a hónapba, de jövő hónapba az első úgymond kapavágás szerintem meg fog történni. Egyenlőre azt már akkor látni a végét is ennek a beruházásnak? Hát a beruházás vége, megmondom, mivel hogy egyenlőre úgy indul ez az egész medence projekt, hogy szezonális lesz a medence. Tehát gyakorlatilag a téli, őszi hónapokban első, tehát indulóban nem fog üzemelni, hanem kimondottan, amikor a sátorbontásunk is van, tavasztól őszig fog üzemelni ez a medence. Ez egy szabadtéri medence, ami első ütembe nem lesz befedve, tehát nem lesz rajta sátor vagy bármilyen más, ami a jövőben lehetséges, de nem így fog indulni ez a projekt, és így ezáltal én úgy gondolom, hogy bőven van rá idő. Csak itt az idővel egyetlen egy probléma van, amit látunk most különböző beruházásoknál, hogy gyakorlatilag az anyagi. Tehát nem tudjuk, hogy mi, mikor, hogy növekedik árban, tehát milyen árak lesznek abban, hogy gyakorlatilag alapanyagtól kezdve bármi, ami hozzá kell. Azt mondtad, hogy ez a medence úgymond szezonális jelleggel fog üzemelni, de milyen célt fog szolgálni? Gyakorlatilag tehermentesíti az úszodát olyan szempontból nézve, úszásra mindenképp, mivel hogy a délutáni órákban a vízilabda edzések vannak. Hétvégén, nem minden hétvégén hozzáteszem, van vízilabda mérkőzés, de akkor is gyakorlatilag a város polgárai, lakói nem igazán tudnak úszni, hogyha szeretnének. Marad az 150-es medencénk, ami azért nem azt mondom, hogy kicsi, de nem is nagy. Úgymond idéző az 150 mélységű medencénk, és ezzel a medencével, ezzel az új medencével tudnánk tehermentesíteni a meglévő medencénket, és gyakorlatilag az csak azt a célt szolgálná, hogy az uszodába vágyó kedves úszók, azok ténylegesen legyen pályól tudjunk úszni. A vízipólósok pedig rövid kényszer pihenő után visszatértek? Visszatértek, igen. Most a vízilabdások végül is, mivel az újszolyóvási úszoda is elindult, gyakorlatilag ők ott edzettek, oda jártak át edzeni, de viszont most teljes gőzzel edzenek, már hétvégén szombaton felnőtt vízilabda meccs lesz, és hétvégén vasárnap pedig utánpótlás gyerekserdülő ifi korosztályban. Hogyan készültek a nyárra? Milyen akciókkal, tervekkel, mindazon túl, hogy itt épül egy 25x11 méteres medence. Igen, ezt akartam megemlíteni, hogy ez a szezon, ez úgy gondolom a túlélésért fog küzdeni, mivel hogy... De ugyanakkor megemlíteném azt is, hogy mivel a sportcsarnok, és egyben ott az úszoda medence is, ami ott az újonnan fog épülni, gyakorlatilag ez egybe szerintem szépen le is fog zajlani. És viszont a következő nyár akkor már tényleg olyan körülményeket fogunk tudni teremteni, hogy akár gondolom én a sportcsarnok tekintetében, akár a medence tekintetében nyugalom lesz és béke. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy nálunk eltelt. Én köszönöm. Jó munkát. Köszönöm. Köszönöm. Kedves nézők, ez volt a háttér. Műsorunkat sporttal folytatjuk.